korszerű étkező és konyha. Tanévkezdésre elkészült a Gábor Áron általános iskola új ebédlője. Az önkormányzat 23 millió forintot költött korszerűsítésre a kerületi intézményfelújítási program keretében. Zenés megnyitó, időkapuk és sportprogramok. Őszi kulturális fesztivált rendeztek a 110 éves Vekerle telepen. Magabiztosan indult a szezon. Az NB1-B-s bajnokság első mérkőzésén 9 góllal nyert a Kispest NKK női kézilabda csapata. Köszöntöm Önöket, Megyeri Nikoletta vagyok, Önök a Kispest TV heti hírműsorát látják, jönnek a részletek. Megtartotta az ősz első ülését a képviselőtestület. Többek között a talajterhelési díjról, az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól, a korlátozott behajtási övezetekről, valamint a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeleteket módosították a képviselők. Továbbá elfogadta a testület a Magyar Futball Akadémia Alapítvány tavalyi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót, illetve az étkezési bizottság első féléves munkájáról szóló beszámolót is. Több fontos napirendi pontunk is volt értelemszerűen a mai testület ülésen. Módosítottuk például a költségvetést annak érdekében, hogy több támogatást tudjunk biztosítani, illetve annak érdekében is, hogy azokat a munkákat, amiket elkezdtünk már az intézmény felújításoknál, ahhoz több forrást tudjunk biztosítani. Erről is szólt ez a rendeletmódosítás. Döntöttünk arról is, hogy idén is csatlakozunk majd a Burza-Hungarika ösztöndíjrendszerhez, tehát támogatni fogjuk azokat a kerületi diákokat, akik a felsőoktatásban szeretnének tanulni, tovább tanulni. Ennek ugye már régi hagyománya van Kispesten, minden évben döntünk erről a támogatási rendszerről, illetve döntöttünk arról is, hogy próbáljuk továbbvinni a kerületi sportcsarnok ügyét, a kézilabda csarnok ügyét, és jelen pillanatban az a terv, már régi tervünk, hogy a Kacpályán valósítjuk ezt meg, illetve a női kézilabda csapattal közösen oldjuk meg ezt a kérdést. Mi most hozzájárultunk ahhoz, hogy a Kacpályán, tehát az önkormányzat tulajdonában lévő telken épülhessen meg a csarnok. Korábban ugye már adtunk támogatást az egyesületnek, illetve adtunk ahhoz is támogatást, hogy a terveket ki lehessen fizetni. Bízunk benne, hogy megfelelő anyagi eszközökhöz jut a női kézilabda klub annak érdekében, hogy ezt a csarnokot itt nálunk fölépíthesse. Elkészült az ebédlő a Gábor Áron általános iskola főutcai épületében. Az önkormányzat 23 millió forintot fordított erre a beruházásra. A pénzből az étkező és a konyha is megújult. A Gábor Áron általános iskola két tagintézményében jelenleg 476 kisgyerek tanul. Ebből 276 a főutcai épületben. A diákok közül naponta körülbelül 180-220 tanuló vesz igénybe a közétkeztetést. Az étkezőben egyszerre 40 tanuló tud étkezni, vagyis egy átlagos napi ebédeltetést 4-5 turnusban tudnak lebonyolítani. Erre a felújításra már nagyon nagy szüksége volt az intézménynek. Nagyon örültünk neki, mert hogy az ebédlő a linoleum egy pár évvel ezelőtt megújult, de például a Lambéria körbe még abból az időből volt itt az adott sebekkel, égési sebekkel, amikor olajkályhával fűtöttük az iskolát, ez az 70-es évek, tehát már nagyon elhasznált volt, bár lehetett persze benne kulturáltan étkezni, de közel sem mindegy, hogy milyen környezetben eszik meg a gyerekek az ebédet. Úgyhogy nagyon örültünk az annak, hogy az ebédlő megszépül, megújul, és hát azt hiszem nagyon szép, kulturált és modern lett a berendezése is. Apró dolgokon még kell javítani, meg tapasztalni, hogy hogyan működik jól, de örültünk mi is, és a gyerekek is. A gyerekek nagyon örültek a felújított étkezőnek. Számukra az a természetes, hogy tiszta, rendezett környezetben étkezhetnek. A konyhában dolgozóknak még szokniuk kell az új technológiát, hosszú távon azonban nagy segítséget jelentenek majd az új eszközök. Az ebédlőben 11 új asztal és 44 új szék várja a diákokat és pedagógusokat. Ez a padlótól a plafonig terjedő felújítás volt. Összes közműveket kicseréltük, mint egy 50 méter csatornát cseréltünk, 400 méter villanyvezetéket, egy 50-60 négyzetméter fali burkolatot raktunk föl, a teljes padlóburkolat kicserélésre került, egy 300 négyzetméter festés is megtörtént, az oldalfalakat itt az étkezőbe lambériával láttuk el, a teljes berendezés is megújult itt az étkezőbe, úgyhogy egy komplet felújításról beszéltünk. A konyhában szintén ugyanez történt, minden megújult, ott kapott a konyha egy új mosogatógépet is, ami nagyobb kapacitású, egy beadó tálcával és egy kiszedő tálcával együtt,
úgyhogy ez megkönnyíti majd a konyhások munkáját is mindennapokban. Bíznak benne, hogy a gyerekek is úgy érzik majd kulturáltabb, szebb körülmény között tudnak étkezni, mondta el Gajda Péter polgármester. Idei intézményfelújítási programunk keretében nem csak azokkal a óvodákkal és bölcsődékkel foglalkoztunk, amelyel egyébként is kell, hiszen az önkormányzathoz tartoznak, fenntartási szempontból is, hanem több iskolában is elvégeztünk jelentősebb felújítási munkákat. Itt ugye az előző években is voltak hasonló fejlesztések, hiszen a világítás korszerűsítés, a liftépítés és az udvar rendbetétele kezdődött el, illetve történt meg az elmúlt időkben. Most pedig, miután a étkező elég rossz állapotban volt, azzal segítettük a magyar államot, természetesen az államon keresztül az idejáró gyerekeket és az itt tanító pedagógusokat, hogy rendbe tettük a étkezőt, az ebédlőt, illetve a hozzátartozó konyhát. Több mint 23 millió forintot költöttünk itt annak érdekében, hogy kulturált körülmények között tudjanak étkezni a gyerekek, és a konyhában is korszerű felszerelést, konyhai eszközöket helyeztünk el, illetve az étkezőben a műszaki felújításon a teljes bútorzat cseréje is megtörtént. Apróbb munkákra, finomításokra, illetve eszközcserékre szükség lesz még. Ezek a közeljövőben megvalósulnak. Hiller István országgyűlési képviselő látogatott el a Mesevár óvoda Zrínyi utcai épületébe. A meghívás apropója az volt, hogy a Mesevár alapítvány már nem tudja ellátni feladatait, mert egyre kevesebb az adóból befolyt támogatás összege, ezért segítségre lenne szükségük olyan programok finanszírozásához, amely nem az önkormányzat feladatköre. A Mesevár óvoda két tagintézménye 9 csoporttal működik Kispest családi házasövezetében. Az épületben folyó munka tárgyi feltételeinek gazdagítását alapítványi támogatások segítik, illetve segítették eddig. Tudtuk meg Pékné Varga Katalintól, az alapítvány képviselőjétől, aki az intézmény vezetője is egyben. A Mesevár alapítvány az utóbbi időben sajnos már nem tud eleget tenni az alapvető célok elérésének sem, mert egyre kevesebb az adóból befolyt támogatás. Többek között ezért írt levelet az óvodavezető Hiller István országgyűlési képviselőnek. Alapítványi pénzből vettünk udvari játékokat, bútorokat, székeket, asztalokat, játékokat, és akkor ez itt kezdett el sorvadni. De azt azért mondanám, hogy az önkormányzattól mi elég sok támogatást kapunk, mint ahogyan a többi óvoda is, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem kapjuk meg azt, ami törvényes, meg amennyire tud támogat és segít minket az önkormányzat, de azon felül nem feladat az önkormányzatnak mondjuk egy kirándulásra, a gyerekek elvitele, ajándékozás, egyéni ajándékok vétele, akár Mikulásra, akár gyereknapra, karácsonyra. Hiller István Szújkó Szilviával, a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság elnökével érkezett az intézménybe, hogy felmérjék, mire lenne szüksége az óvodának a következő időszakban. Az országgyűlési képviselő elmondta, az oktatás-nevelés rendszerén belül az óvodát kiemelkedő jelentőségűnek tartja, épp ezért szívesen elfogadta a meghívást. Egy parlamenti képviselő, hogyha jól végzi a munkáját, akkor nem úgy általában tud segíteni, és majd egy jelentésbe összefoglalja, a kampány végén pedig bemutatja, hanem megpróbál olyan dolgokba segíteni, mint amiről hallottam. Majd megmutathatják, itt kevés helyen van fű, sok helyen van kavics. A babaházak elhasználottak, a játszókák hát nehézkesen használhatók. Tartok tőle, hogy nem az a kérés, hogy akkor én itt egy kis kalapáccsal meg szöggel jelenjek meg, hanem hogy próbáljam megteremteni azokat a lehetőségeket, hogy egy-két éven belül ez így változzék. Hogy világos legyen a képlet, ez egy önkormányzati fenntartású intézmény, és Kispest önkormányzata, a polgármester is, meg a testület is, most is a Kispesti Önkormányzat bizottsági elnökével, Szújkó Szilviával jöttem ide, tényleg mindent megtesz, meg még annál egy kicsit többet is. De van egy keret, a kereten túl meg nem nagyon lehet terpeszkedni. Én azt próbálom most elérni, hogy mégis ez a keret egy kicsit nagyobb legyen. A bejárás során szó esett arról is, hogy az óvodában magas a minimálbérrel rendelkező családok aránya, akik ha akarnák, se tudnák az alapítvány bevételeit növelni. Az alapítvány elsősorban olyan programok finanszírozását szeretné vállalni, amely nem az önkormányzat feladatköre.
27. alkalommal rendezték meg Vekerletelep őszi kulturális fesztiválját, a Vekerlei napokat. A programsorozatot a Vekerlei Társaskör Egyesület, az önkormányzat és más partnerek támogatásával, önkéntesek segítségével szervezte meg, mint mindig most is nagy sikerrel. Idén is számos, színes és izgalmas programmal készültek a szervezők a kétnapos eseményre. Zenés megnyitóval vette kezdetét a program a Kós Károly téri Zrumecki kapunál. Ezt követően a nagy színpadon gyermekműsorok következtek, többek között fellépett Bubás Gabi színésznő interaktív gyermekkoncertjével. Egy pár évvel ezelőtt azt találtuk ki, hogy valamilyen tematikus téma köré próbáljuk rendezni az egész rendezvényt, és mivel Vekerletelep 110 éves ebben az évben, illetve Vekerle Sándor születésének 170. évfordulóját ünnepeljük, ezért azt már az elején tudtuk, hogy e köré szeretnénk felépíteni, és ezért adtuk neki azt az alcímet, hogy a századelő hangulata, vagy a századelő hangulatában, és így vettük föl a kapcsolatot Mór városával, akik nagy örömmel fogadták el a meghívást, és így a Vekerle Sándor emlékét gondozó közhasznalapítvány, illetve a Móri önkormányzat, a polgármesterhivatal, a néptánccsoport, a különböző kulturális egyesületek, a szabadiskola, akiknek a kiállítása zajlott le nemrégiben, a nap folyamán, ők is örömmel csatlakoztak. Úgyhogy ez adja a vázát igazából, és minden olyan hasonló típusú ismerettségünket próbáltuk, illetve az ötleteinket összeadni, amik egy picit ilyen századelős hangulatot tudnak varázsolni. Vekerle Sándor miniszterelnök a Vekerle Telep alapítójának szobránál dr. Hiller István Kispest országgyűlési képviselője, Somogyi Lászlóné és Lakner Csaba önkormányzati képviselők, valamint a VTL képviselői, a Fenyves Péter polgármester által vezetett Móri delegáció és a Brindisi Szent Lőrinc Borrend tagjai helyeztek el koszorút. Az önkormányzat sátrában a város vezetőivel és a képviselő testület tagjaival is lehetett találkozni rendhagyó fogadóóra keretében. A Vekerlei Kultúrház Időkapuk Vekerlén címmel izgalmas, több állomásból álló időutazása repítette a gyermekeket szüleikkel, családokat, akik így interaktív módon ismerkedhettek a 110 éves Vekerle telep egykori életével. Már 3 éve a társaskör összekapcsolja a Vekerlei napokat a kulturális örökség napjaival. Ez most sem volt másképp. A telep története iránt érdeklődők tematikus helytörténeti sétákon vehettek részt, felidézve a századelő hangulatát, és az Zrumecki kapunál felállított sátorban örökségvédelmi témájú előadásokat is meghallgathattak az érdeklődők. Délután is este a színpadé volt a főszerep, többek között színpadra lépett az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyüttes, az Etüd Táncstúdió és a Vonzár Táncegyüttes, majd Felméri Péter humorista szórakoztatta a közönséget. A főtámogató önkormányzat nevében Gajda Péter polgármester mondott köszöntőt. Egy különleges évforduló van, talán mindenki tudja, aki eljött ma a Vekerle napokra ide a Kós Károly térre, hiszen Vekerle fennállásának, alapításának 110. évfordulóját ünnepeljük. Minden évben, amikor különböző kulturális, sport és egyéb rendezvényeket támogatott az önkormányzat, az volt a célunk, hogy a hagyományőrzés, az épített környezet tiszteletére fel tudjuk hívni a figyelmet. Így volt ez ebben az évben is, amikor számtalan hasonló rendezvényt támogatott a kispesti önkormányzat. Ezután Somlói Judit, a VTI elnöke átadta a társaskör díjait. Az önkéntesek elismeréseire szolgáló Vekerléért díjat Gelencsér Gábor, Pap Zsuzsanna, Mornál László és Emport Irén kaphatta meg ebben az évben. A támogatóknak létrehozott Vekerlei Tulipán díj bronzfokozatát pedig az átalakuló Vekerle vehette át. Az esti színpadi blokkban többek között a Voice Drops a kapella együttes adott koncertet, végül a Kócos Cirkusz Társulat tűzsója zárta a napot. A Vekerlei Napok sportprogramja idén 3 napig tartott. Sokféle sporttal várták a sport szerelmeseit, többek között foci, asztali tenisz, gyeplabda és röplabda versenyeket tartottak. Persze idén is volt kézműves fása és kreatív foglalkozások, a népi mesterségek bemutatói és a vásári játékok mellett pedig családi pontgyűjtő játék és süti-sütő verseny is.
Vasárnap délután a Mi Bekerlénk címmel a telephez kapcsolódó bekerleiek által készített fotókból összeállított vetítést tartottak a zenepavilonban. Ezen kívül a második napon is sok mindennel várták még az érdeklődőket. A nagyszínpadi programokat felváltotta a Szolidaritás tere, ahol különböző szervezetek mutatkozhattak be, akik segítik az elesettebbeket. A bekerlei napokról magazinunkban bővebben is beszámolunk. 2068-ban lehet majd kinyitni azt az időkapszulát, amelyet a múlt héten írt alá és közösen zárt le Gajda Péter polgármester, Böjte Csaba ferences rendi szerzetes és Bacsó András, a Székelyország Tündérkertje Egyesület elnöke. A jövő nemzedékéhez írt üzenet elrejtése után az atya felszentelte a kertben felállított Székely lélek harangját és a Kós Károly tervei nyomán készült haranglábat. Újabb történelmet író megmozdulásra került sor Kispesten a Székelyföldet éltető, annak jellemzőit, kincseit, hagyományait bemutató tündérkertben. Bacsó Péter a kert megálmodójának meghívására eljött Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes, a 25 éve működő gyermekmentő Dévai Szent Ferenc Alapítvány megalapítója és Gajda Péter Kispest polgármestere. A meghívás arra az ünnepélyes eseményre szólt, melynek keretében az atya, a polgármester és a tündérkert tulajdonosa együtt helyeztek el egy időkapszulát az utókor számára. A kapszulába egy levelet rejtettek, amely dr. Hajdani Ilona segítségével a kert létrehozásának történetét meséli el. Az időkapszulába tett szöveg arról szól, hogy Bacsó András megálmodott valamit, hogy elhozza Kispestre Székelyföld szépségeit és varázslatosságát. Ezt egyedül nem tudta volna megoldani, a kerületi önkormányzat hatható segítségével sikerült ezt az álmot megvalósítani. A levél a kert főbb látványosságainak történetéről, jelentőségéről mesél. A Borvíz pavilontól a Csíksomlyói Madonnán keresztül a székely székeket szimbolizáló trónig, a székely hírességek falától Tamási Áron kunyhóján át, Amadé fal vivérengzés emléktáblájáig. És hogy miért éppen Böjte Csaba? Elsősorban azért, mert ezt a tündérkertet, amikor felavatták pár évvel ezelőtt, akkor Böjte Csaba volt az, aki felavatta. Most pedig a Székely lélek harangját és a gyönyörűen elkészített Kós Károly tervei alapján készült haranglábat is most fogják felavatni. A harang legfontosabb szerepét az egyházban tölti be. Általában misére hívja az embereket. A nagyvárosban annyi tülkölés van, és annyi zaj van, hát még egy harangszó is belefér, annak nagyon örvendek. És a harang az mindig imádkozni, barátkozni, együtt lenni hív, és hát adná az Isten, tényleg sok-sok ember tudjon ez a harang megszólítani, és ebbe a kis kertbe hát belépni biztosan. Az avatás és az időkapszula elhelyezésén kívül még egy jeles eseményre került sor. Bacsó András két kitüntetést is átvehetett, szülőföldje, Csíkzsögöd elismerését, valamint a Kispestér díjat a kerület polgármesterétől. Nagy egyetértés volt ennek a kertnek a megszületése körül, hiszen jobb és baloldali képviselők egyhangulag támogatták azt, hogy András barátom ezt a kertet az önkormányzat segítségével ide varázsolhatja. És ha sokan kételkedtek is abban, hogy ez létrejöhet, és egy sikeres kezdeményezés lehet, ma már azt gondolom senki sem kételkedik abban akkor, amikor kulturális eseményekre, gasztronómiai eseményekre, oktatási rendezvényekre jön, és látja azt a sok boldog arcot, akik itt találkoznak kispesti, a budapesti Székelyország tündérkertjében. Akkor is az volt a célunk, hogy ez a kert az összetartozásunkat jelképezze. Hogy esetleg azok a kispesti gyerekek vagy felnőttek, akik még nem tudtak ellátogatni Székelyföldre, azok itt, ezen a kis helyen, ezen a pár száz négyzetméteren egy picit a történelemmel, az országunk, Székelyföld, Erdély gasztronómiájával, nagyjaival, ételeivel megismerkedhessen. Ma élő nagyjai közül az egyik éppen a jelenlevő Böjte Csaba atya, aki egy nappal korábban a budapesti arénát töltötte meg híveivel, akik együtt ünnepelték vele a Dévai Szent Ferenc Alapítvány negyed évszázados fennállását. Az atya az elmúlt évtizedekben több mint 4000 nehéz sorban élő gyermeknek segített, jelenleg 83 helyszínen működő otthonaikban több mint 2000 kisgyereket nevelnek, óvnak, szeretnek.
Mi Úrunk Jézus Krisztus egy parancsot adott nekem is, önnek is, mindenkinek, hogy hát szeressük egymást, nem? És ez nem olyan komplikált. És én rájöttem arra, hogy ez a legjobb befektetés. Tehát egy-egy gyerek is, hogyha hát ha komiszkodik, akkor na, megölelem, megpuszilom, és megkérdezem, na ez jó neked, hogy ezt te így csinálod? Hát általában beszélget, és végre eljutunk oda, hogy neki se jó. Hát mondom, akkor mi így csinálod? Hogy mi nem tanulsz, vagy mi veszekedsz, verekedsz valakivel? Csak oda jutunk, hogy tényleg jobb lenne, ha békébe élne, tanulna, eredményei lennek, legyenek. Hát, és azt látom, hogy ez sokkal eredményesebb, mint ha elkezdek kiabálni, meg veszekedni, meg csattogtatni. Engem se tudnak jobbá pofozni, de jobbá szeretni, talán igen. Az ünnepi esemény Tamás Gábor erdélyi származású magyar zenész a Magyar Kultúra Lovagjának koncertjével folytatódott. Az Arszakra Fesztivál a 2007-es Nemzetközi Városmissziós rendezvénysorozat gyümölcse. Célja a remény jeleinek felmutatása a kultúrában, a művészet eszközeivel segíteni Európát, hogy visszataláljon gyökereihez, a zsidó-keresztény értékekhez. Az Arszakra Fesztiválhoz évről évre csatlakoznak Magyarország legnagyobb múzeumai, kulturális központjai, számos galéria és művész. A fesztivál programjait, képző- és iparművészeti kiállításokat, különböző koncerteket, színházi és irodalmi előadásokat, tárlatvezetéseket, gyermekprogramokat ingyenesen látogathatja a közönség. Az Arszakra Fesztiválhoz kapcsolódva immár negyedik alkalommal rendezett csoportos kiállítást a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület a Méltóság Napja templomban. A megnyitóra a Kulturális Örökség Napjához is kapcsolódva a Nyitott Templomok Napján került sor. Az ünnepi eseményre sokan voltak kíváncsiak. A megjelenteket Iványi Miklós, a kiállításnak otthont adó templom lelkésze üdvözölte. Azon szervezőknek a gondolata, hogy találkozzék a művészet, a zene, és egy olyan környezetben találkozzék, amely környezet mindig is motiválta a művészeket, legyenek akár képzőművészek, akár a zeneművészet, vagy akár végig tervem az, hogy esetlegesen a táncművészet is megjelenjen egy ilyen Arszakra fesztiválon, hiszen mindannyian abban gondolkozunk, arról akarunk hitvallást tenni, hogy valami olyan értéket teremtünk, amely érték talán segít azoknak az embereknek, akik terheiket egyedül cipelni nem tudják, és ha ránéznek, gondolhatnak arra, hogy van valami az anyagon túl, vagy valaki az anyagon túl, aki ismeri a mi problémáinkat és gondjainkat, és gondja van, mire áll. Üdvözölte a fesztivál résztvevőit dr. Bálint György, volt országgyűlési képviselő, és dr. Hiller István, az országgyűlés jelenlegi alelnöke is. Kispest országgyűlési képviselője a Kulturális Örökség Napjának, később napjainak kialakulását, illetve az a körüli dilemmát vázolta. A kultúrával értő emberek, hadd emeljek ki közülük egyet, az azóta már a kulturális politikában legendássá vált Jacques Lang, egykori francia kulturális miniszter, méltó társával, Görögország akkori kulturális miniszterasszonyával, Melina Mercurival, filmek és a színház világában is jól ismert az ő neve, javasolták, hogy azokat az épületeket, amelyek valóban nem csak gyönyörűek, hanem tradíciót, örökséget hordoznak, legalább egy napra a tulajdonos állam, önkormányzat, vagy akár melyik fenntartó, letégyen a magánszemély, nyissa meg. A kezdeményezéshez később csatlakoztak különböző tradicionális és nem tradicionális egyházak is, elismerve azt, hogy a művészetnek helye van Istenházában. Az idei, jobb könyvéhez valamilyen módon kapcsolódó műveket, festményeket, grafikákat, fényképeket és más műalkotásokat bemutató közös kiállítás címe Jóság, óvás és bölcsesség. Ez a három szó adja ki egyébként jobb nevét. A művekhez Skoda Éva, a Kispest Helikon Kulturális Egyesület elnöke fűzött magyarázatot. Tulajdonképpen ezek mind olyan útkeresések, amikor csapást kapunk az élettől, és elgondolkozunk rajta, hogy ezek miért vannak. A művek ezt mutatják be, és őszintén remélem, hogy mindenkinek talán valamilyen fajta válasz, vagy további gondolatot
tudunk nyújtani. Az ünnepi eseményt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség központi kórusa, a Vezli Károly kórus koncertje zárta. Apró részletekre, az emberek tekintetét elkerülő díszekre, értékekre hívja fel a figyelmet Mészáros Gábor fotókiállítása a Vekerlei Kultúrházban. A tárlat a Kispesti Rendőrkapitányság épületének szokatlan részleteit tárja a nézők elé. A kiállítás november 7-ig tekinthető meg a VKK nyitvatartási idejében. Hiller István a parlament alelnöke, Kispest országgyűlési képviselője, Plank Róbert rendőrkapitány és Nagy Attila Vekerlei építész közösen nyitották meg Mészáros Gábor fotóművész legújabb kiállítását a Vekerlei Kultúrházban. A 20 fekete-fehér kép a Kispesti Rendőrkapitányság épületét, annak részleteit, díszeit, építészeti, szobrászati elemeit mutatja be. Én köszönöm a rendőrkapitányságnak és kapitányodnak, hogy erre a fölkérésre szívesen mondott igen. Őszintén köszönöm a fotóművésznek, hogy olyan képeket varázsol elénk, amely sok minden juttat eszünkbe, csak idézőjel, nem az állam elnyomó gépezetének intézményes formáját, idézőjel bezárva. A képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogyan illeszkedik az 1984 óta évente megrendezésre kerülő kulturális örökség napjához a fotókiállítás. Vannak a mi Európánknak olyan nagyszerű értékei, amelyeket elvileg nap mint nap látunk, de mégsem ismerünk. Vannak olyan épületek, amelyeket kívülről megcsodálhatunk, de vagy éppeni használati okuk miatt, vagy mert zárva tartja leginkább az állam, adott esetben egy magánszemély vagy alapítvány, érdemes arra, hogy egy-egy kivételes nap a polgárok mindegyike láthassa. Így jött létre az az európai elhatározás, amelyet kulturális örökség napjának, aztán napjainak neveztek el. Amikor más időszakban zárt épületek, többségében műemlékek megnyitják a kapuikat, és mindenki láthatja. Ez esetben fotókon keresztül tud megvalósulni a rendőrkapitányságunk épülete tekintetében. Mészáros Gábor természetfotósként kezdte munkáját, később fordult az épített környezet felé. Rendszeres kiállító a Vekerlei Kultúrházban. Munkáival többnyire Vekerle kulturális, építészeti és történelmi értékeit mutatja be. Olyan részleteket láthatunk ezeken a fotókon, amit szerintem a legtöbb ember egyáltalán észre sem vesz. Azt tudjuk, hogy ez Vekerle legszebb épülete, Kispest legszebb épülete, de igazából azok a részletek, amik itt láthatók, azokhoz kellett a fotós szem. Annyi részlet van benne, ami érdemes arra, hogy egy fényképet készítsünk róla, hogy én szerintem megéri azt, hogy szálljunk rá egy kis időt. Megéri az is, hogy az emberek megálljanak és körbe nézzék az épületet. Plank Róbert, Kispest rendőrkapitánya az épület történelméről, történetéről, valamint saját tapasztalatáról mesélt, milyen érzés egy ilyen patinás épületben végezni a mindennapi munkát. Nagy Attila építész pedig az építészeti kincsre, a maradandó művészeti értékre helyezte a hangsúlyt. Az 1912-re felépült ház alkotói Sodics Lajos és Éberling Béla építészek. Ők a telepet tervezők között több szempontból is kiemelkedő jelentőségűek voltak. Egyrészt 5 munkásház típus tervét is jegyzik, és már az 1908-as építészeti tervpályázat bírálóbizottsága szerint is az ő házterveik voltak a legattraktívabbak. A rendőrség mellett megtervezték a Bercsény utcában álló egykori lovas csendőrség épületét is, és jutott nekik feladat a főtéren is. Nekik köszönhetjük az egyik legikonikusabb épületünket, a Kós Károly tér 4-es számú házat, amit hát azt hiszem, hogy rajtunk kívül a nem vekerlejek is a leginkább ismernek. Mészáros Gábor fotókiállítása november 7-ig tekinthető meg a Vekerlei Kultúrházban. Szüreti mulatságot rendezett az időseknek a segítőkész Kispesti Gondozó Szolgálat a Lila Akác Idősek Klubjában immár 10. alkalommal.
A nyugdíjas civil szervezetek és az idős klubok tagjai közül több mint 50-en vettek részt az eseményen. A szüreti mulatságon ott volt Vincek György alpolgármester, Varga Attila, a Szociális Bizottság elnöke, valamint Huszár Erzsébet idősügyi tanácsos. Balázs Piroska intézményvezető köszöntője után Vincek György üdvözölte a nyugdíjasokat és bejelentette, hogy megalakul a kispesti idősügyi tanács. A finom falatok, a bor és a zene adta a szüret ízeit, a gondozó szolgálat pincepörköltel, valamint egri és villányi vörösborokkal látta vendégül a meghívottakat. A megnyitót követően a segítőkész dalkor szüreti dalcsokrát hallgathatták meg a résztvevők, majd a Honvéd együttes két művésze adott zenés műsort. Győzelemmel kezdte meg az NB1-B-s bajnokságot a Kispesten KK. A piros-feketék fölényes győzelmet arattak a bajnokság első mérkőzésén a tavalyi harmadik helyezett Szent István Ese ellen. Jelentős átalakuláson ment keresztül a Kispesten KK női kézilabda csapata a nyár folyamán. 11 új játékos érkezett, több felkészülési mérkőzést játszottak a lányok, melyeknek a célja az volt, hogy a bajnokság kezdetére egy egységes, ütőképes csapat álljon össze. Az NB1B első fordulójában a Szent István Ese érkezett a soroksári sportcsarnokba, amely csapat tavaly a dobogó legalsó fokán végzett, így igazi rangadóval kezdődött Kispest számára a bajnokság. A kezdődobást Gazdag Dániel, a Honvéd magyar bajnok középpályása végezte el. Nagyon örülök neki, hogy meghívást kaptam. Tudok róla, hogy a csapatban már többen is voltak itt kezdődobást végezni, úgyhogy örülök neki, hogy engem is meghívtak. Igen, én is érdeklődtem itt a meccs előtt, hogy hogyan állnak a lányok, mondták, hogy ez lesz az első mérkőzésük, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok nekik a szezonra. A várakozásnak megfelelően izgalmasan indult a találkozó. Az első félidő közepéig fejfej mellett haladtak a csapatok, majd a fordulópont akkor következett be, amikor a Kispest kivédekezett egy kettős emberhátrányt, sőt gólt szerzett. Ott már kettővel vezetett a Szent István, ráadásul kettős emberhátrány volt, nagyon fontos pillanatban egy kapusvédés, nagyon jókor, hozzá szerintem, hogy nagyon jó százalékot fogtak a fontos szituációkban a kapusaink. Szerencsére az ellenfélünk is hibázott támdögivel, és így aztán a mi hibáink nem kerültek olyan sokba, de egyetértek azzal, hogy ott az elején azért megroppanhattunk volna. Volt tartásunk, meg tudtuk oldani, és át tudtuk fordítani magunkra vár a mérkőzést. A második játékrészt már 6 gólos előnnyel kezdték a hazaiak, ez a különbség pedig a mérkőzés végére 9-re nőtt. A végeredmény itt Kispesten KK Szent István Ese 34-25. Ezzel a lányok simán behúzták a 2 pontot, így jelenleg a 3. helyen állnak a tabellán. Iszonyatosan feszülten kezdtük a mérkőzést, az érezhető volt, hogy az első bajnoki meghozta hatását mindenkinél. Ráadásul egy elég erős ellenféllel kezdtük meg a bajnoki rajtot. Szerintem kezdünk nagyon jól összeállni, mind védekezésben, mind támadásban. Kijönnek azok a dolgok, amit a mester kért tőlünk, úgyhogy nagyon jól haladunk. Olvasgatva az NB1-B-s híreket, igazolásokat, kereteket megvizsgálva, nyugodtan kimondhatjuk, hogy az egyik bajnok esélyes érkezett hozzánk. Minket is elég előre sorolnak ebben a rangsorban, tehát a hazai pályán ezeket a mérkőzéseket hozni kell, hogyha bármilyen tervünk lenne. Én azt hiszem, hogy amit a Nedda mondott, az teljesen igaz, egyetlen kivétel, hogy amit gyakoroltunk, abban azért keveset láttunk viszont bizonyos technikai és taktikai feladatok tekintetében, viszont a játékosaink azt a tudásukat, ami megvan nekik, és ami én azt gondolom, hogy amiben ők azért kiemelkedők, azt hozták. Nagyon rutinosan csinálták a második fél időt, és az első fél időben pedig egy nagyon-nagyon nehéz szakaszt gyakorlatilag döntetlenre tudtak hozni, és onnan vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Én azt hiszem, hogy minden elismerés a csapaté, ez a védekező munka, ez tényleg zseniális volt. A támadójátékunk is azt gondolom, hogy hozta azt a szintet, amit elvárhatunk. És hát ha ezzel nem is nyertünk meg egy háborút, de azért egy nagyon fontos csatát megnyertünk, de még 21 másik hátra van. A csapat célja, hogy egy jó rajttal az első 5 találkozón minimum 8 pontot szerezzem. A lányok legközelebb Szentendrére látogatnak. Hazai pályán a Balmazóváros csapatát fogadják a soroksári sportcsarnokban október 5-én. Önök a Kispest TV heti hírműsorát látták. Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket az info@kispesttv.hu e-mail címen. Adásainkat pedig megnézhetik az interneten a www.kispesttv.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket, de tudják, most jön a magazin, maradjanak velünk!
Üdvözlöm Önöket! A magazinnal folytatjuk a Kispest TV adását, nézzük, hogy milyen témákkal készültünk. Természetjárás két bottal. Egyre népszerűbb a kispesti szeniorok körében a Nordic Walking. Őszi programok az Üllői úti könyvtárban. A megszokott foglalkozások mellett újdonságokra is számíthatnak a látogatók. Több mint 100 éves építészeti remek. A VKK-ban nyílt meg a kerületi rendőrkapitányság épületét bemutató fotókiállítás. A tündérkertben felállított székely lélekharang és a Kóskároly tervei alapján megépített harangláb felszentelésére érkezett a kerületbe Böjte Csaba atya, akinek neve szorosan összefonódik a 25 éve általa alapított Dévai Szent Ferenc alapítványéval. A szervezet több mint 4000 súlyosan hátrányos helyzetű, akár az éhhalál szélére sodródott, vagy éppen árva gyermeken segített. Jelenleg már 83 otthont működtetnek, melyekben 2100 kisgyermeket nevelnek. A most következő rövid történetet, egy zsögödi gyermek, Guszti életének egy epizódját Böjte Csaba meséli el a kispesti tündérkertben. Jó 20 évvel ezelőtt telefonáltak, hogy zsögödben van egy gyerekecske, aki nem... Tanítónéni mondta, hogy másodikos kéne legyen, de én még nem láttam. Már gondoltam, na hát már fődi, akkor menjünk, nézzük meg. És ott a harom alatt úgy nevezik, hát van egy ilyen pár pásztor lakás, és egy ilyen, hát nem volt nagyobb, mint az a kunyhó. Na hát egy akkora kunyhóba lakott egy asszony férjével, az asszony csángó volt, férje székely, és volt vagy négy fiúk. Ugye abban az időben, még most is van, hogy küldenek egy borítékba 100 lejt, ugye Módovába, és onnan jön egy asszonyka, ilyen 100 lejes asszony. Na hát akkor a vénlegényeknek szokták a szomszédok kisegíteni így, hogy valahogy legyen. Ez az úti költség volt a, hát az ilyen kallódó asszonykáknak, úgyhogy lehet ide Magyarországra is lehetne hozni egy pár ilyen csángó asszony. Na az nagy hirtelen szült is, vagy négy fiút ennek a jó embernek, és ott laktak abban a kis palibába. Úgy hitták a Guszti, mondom, te Guszti nem akarsz menni iskolába? Azt mondta, igen, már két évig nem járt. Na, el is vittem én Dévára, el is kezdett cseperedni. Emlékszem, ötödikes vagy hatodikos volt, hogy jött egy, hát egy férfi, hogy az ő drága sportautóját most hozta nyugatról, bevertük az ablakát. Hát mondtam, hogy mi gyerekeink ilyet biztos nem csinálnak. Körülbelül két perc múlva kiderült, hogy mégiscsak csinálnak. Hát mondom, Guszti, hogy tudtad beütni ennek az autónak az ablakát? Az ő nem, ő ártatlan. Igazából az a leányzó, aki félreszökött, na az a hibás. Kővel meg akarta dobni, és az a mafra leányka nem félreszökött? Hát, na, nem tudta megmagyarázni, hogy mégis a lányokat nem dobáljuk, meg hasonló. De itt Magyarországon is volt egyszer egy táborban, és felhívtak, és mondja, Gusztit, hogy lehet leszedni a garázs tetejéről? Valamit mondtak neki, a jó makacs, makúj, hát nagyfejű székely volt. Nem tudom, nem mondtam, majd megérzik, lejön magától, hagyják a csodálatot. Még senki nem költözött, mert a Törökországban volt, hogy ilyen Kapadóciában az emberek felkötöztek egy sziklára, és ott élték le ilyen oszlopos szentként az életüket. Ez a mi népünkre annyira nem jellemző. Na hát, Guszti nőtt, aztán amikor érettségizni kellett volna, hát akkor történt egy nagy botrány. Elmentek, és énekeltek szépen, hát a osztályfőnököknek, tanárnőknek, minden, úgy belejöttek, hogy nem tudták megállni, hogy egymásnak is ne énekeljenek. Na hát ebből aztán lett egy kis galiba, mert egy óra felé, mikor haza akartak jönni, hát ugye a székely ember a vállalkozó, hallám, fiam, le tudsz-e jönni síléccel a negyedik emeletről? Hát sikerült a másodikig lejönni, de ott elütöttek egy nénit. Hát nem történt nagy baj, de a néni sírt, meg minden, berakták a taxiba, és elvitték a kórházba. Na hát, ha néni ottam, másnap felhívnak, hogy most mit lehet csinálni ilyenkor, hát mit lehet, Szentirályban sok mindenre van válasz, de hát mondom, fiam, mensz, vesz egy nagy csokor virágot, elmész a mamához, egy bocsánatot kész, lássuk egyáltalán, hogy van. Hát visszahív, hogy nagy baj van, mert mama alszik, éjjel délután kettők, hát mondom, mit alszik? Hát azt mondja, bevitték a pszichiátriára,
mert ő ugye őt előre a traumatológiára vitték, de látták, semmi baja nincs, de a néni feszt állította, hogy őt éjjel kettőkor június derekán a második emeleten elütötték siléccel. Erre úgy még nyugtatozták, hogy még akkor is alatt a néni, hogy ne idegeskedjen. Na hát, mit lehet ilyenkor gyereket nevelni? Mondtam, de Guszti, van egy kicsi pénzed, Zsögödi vagy, én ki nem rúlak, de add be a felmondásodat. Már 18 évet betöltötted, bérelj egy lakást, élj boldogan nélkülem. Na hát el is tél, vagy 4-5 évig tényleg élj boldogan nélkülem, azt egyszer megjelenni, és azt mondja, Csaba testvér, én nevelő akarok lenni nálad. Hát mondom, szakács, vagy kertész, vagy mit tudom, akármi, de pont nevelő. Azt mondja, igen, meggondolta jó. Hát nem mertem mondani neki, hogy hát most én téged alkalmaznak, akkor legalább 10-en beadják a fejmondásokat. Itten. Hogy mondjam, hát na. Hát mondom, te Guszti, kell menjek én Szatmára, meg ott fel Székelyhídra, hát van szép autód, van nyugaton dolgozott, keresett. Hát mondom, vigyél el. Na hát ő vezetett, én hallgattam, mesélt, minden. Elgondolkoztam, hogy végül is ennek a gyereknek én az életemet a kezébe raktam, nem ő vezet. Hát rakjam a becsületemet is a kezébe, nem? Hát ugye úgy van, egy nevelő jól dolgozik, akkor mindenki engem dicsér. De valami disznóságot csinál, hát akkor lát, még Ferenc pápát is eléveszik, hogy mit tudom én, ott valahol valaki valami disznóságot csinált, és varják szegénynek a nyakába. Na hát, ilyen az egyház. Hát mondom, Guszti, nézd, Gyergyóban van egy házunk, nemrég indult, egyik kollégád is, osztálytársad is ott dolgozik, menjél el. És Guszti el is ment, el is kezdett dolgozni, és akkoriban történt egy szomorú eset, hogy egy fiatal asszonykának a vőlegényét elütötte az autó, héttel az esküvő előtt. Most képzeljék el, mekkora trauma, minden elé van készülve, mennyasszonyi ruház, és temetés lesz belőle. Most behozták ezt az asszonyt hozzám, hogy vigasztaljam meg. Hát én mondanom se kell, akármit mondtam, szegény csak sírt, üveges szemmel nézett előre. Hát mit lehet ilyenkor csinálni? Hát kivittem a gyerekek közé. Ugye a gyerekek azok olyanok, mint az orvosságok. Minden gyerek ugye, tehát hogy a, hogy orvosság. Ugye az orvosságot is használta, tehát jó fekér rázni. Az ember feldobja, kifogja, négyszer-ötször elkezd a gyerek kacagni, átöleli a nyakadot, ad egy puszit, 10 évvel tovább ész. Ez biztos, hogy mindenféle búbálatra, depresszióra ajánlom szeretettel. Akinek nincs unokája, nyugodtan jöjjön el, mert 3-4-et a nyakába akasztok, és akkor mindjárt hét múlva olyan jó kedvel fog hazajönni a férjéhez, hogy azt el sem lehet képzelni. A katonaságnál mondtuk ugye, hogy másik télen sírt, emlékszem, hideg voltunk, volt vagy 100-an egy ilyen, hát egy ilyen egyetlen teremben, és mondtuk-e másiknak, te akarsz valami jót? Azt mondja, igen, dugd ki a lábadat a takaró alól, hát mi a jó benne? Hát ha visszahúzod, meglátod. Na, hát ajánlom, a gyerekeket nyugodtan jöhetnek hozzánk, biztos, hogy sok bánatból, gondból kigyógyítja magukat. Na hát, ennek a lánynak is én mindjárt nyakába akasztottam egy ilyen kicsi gyereket, aranyos, kedves, elkezdett játszani a hajával, hát láttam, hogy már tér is vissza a szemébe az élet. Na mondtam is a Gusztinak, te nézd meg, hogy járt ez a leányzó, közben el kell hívni, menjetek el sétálni a gyerekeknek, hát fizessetek egy fajlaltot, csak el fog ez múlni neki. Guszti olyan komolyan vette az én felkérésemet, hogy tavaly előtt meg is eskedtem ezzel a lányjal, most várják a gyereket. Na hát. A Zsögödi ember feltalálja magát, hát látjuk Andráson is, Gusztin is, és ami igazából a poén a végén az az, hogy tavaly össze oda jön hozzá, és azt mondja, Csaba testvére, ők megpályázták a feleségével a Petrozséni házat, és ott dolgoznak, ott volt egy, hát valamikor ferences nővéreknek régi otthona, de volt egy kis kápolna is, hát egy jó nagy kápolna, szinte akkor, amit az udvarnak fele, és ott állt romosan, ugye államosították az iskolában, mindenféle egyéb volt, tehát az annyira tönkrement, hogy végül mi az épületet visszavettük, abban van a Petrozséni Jézus Szentséges szívéről elnevezett otthonunk, de az otthon mellett az üres kápolna bizony romos volt. És az a Guszti a gyerekekkel nekiállt, kipucolt, rendbe rakta, sőt, lehívott engemet is, és
Atya, mit szólna, ha rendbe raknánk ezt a kápolnát? Legyen a gyerekeknek, ahol imádkozni. És ha hiszik, hanem tényleg sokat dolgoztak ősszel, télen, és tavasszal, ugye most az idén, amikor volt, ugye az irgalmasság vasárnapja, jakobini érsek lejött, és felszentelte a kápolnát. És nekem bizony potyogtak a könnyeim, hogy néztem, hogy mondjam, azok az utca gyerekek, akik senkinek nem kellenek, Isten dicsőségére templomot, kápolnát építenek. Hát ilyenek a zsögödi emberek, úgyhogy becsüljék meg a zsögödieket, adja az Isten, hogy még sok szép dolog szülessen itt a tündérfejben. Köszönöm! Két botol járó egészség, ez a Nordic Walking. A kispesti Nordic Walking Senior Club folyamatosan szervez túrákat, ahol a mozgás mellett a közösségben eltöltött idő ugyanolyan fontos. A túravezetők minden héten sétákat szerveznek, ahová bárki csatlakozhat, aki szeretné kipróbálni a Nordic Walkingot. Kőbányán a Sportligetben járunk, séta két bottal a kézben. A kispesti Nordic Walking Senior Club minden kedden kisebb túrát szervez a környéken, ezúttal a szomszéd kerületbe látogattak. Idén márciusban alakult meg a klub, azóta rengeteg helyen jártak a tagok. Kispesten nem volt még ilyen klub, sőt a nyugdíjasoknak sem árt egy kis mozgás, úgy ebből indultunk ki, hogy jó van egy ilyen kis klubot szervezni, ahol a nyugdíjasokat meg tudjuk mozgatni kellőképpen. Kicsit fölfrissíteni az izmokat. Egyszer megjelent az újságban egy apró cikk, hogy lehet jelentkezni, és hát az én telefonszámomat adták meg természetesen, és hát így jött össze a kis csapat. És közben egyik hozta a másikat, mert nagyon megtetszett nekik, és így összeállt a csapatunk. Most 17-en vagyunk. Mindig megbeszéljük azt előre, hogy hova megyünk, meg mi egymás a messengeren megerősítjük, és akkor találkozunk, hol a Kőbánya Kispesten, hol a határúton, és akkor ebből a két pontból szoktunk indulni. És hova mennek általában? Ugye Kőbánya Kispestet említette, meg ugye a határút, de hát hova vezet innen az út? Hát először is Kőbánya Kispestről ide vezet a Kőbányai Sportligetbe, és az Óhegy Parkba szoktunk még járni, az is egy nagyon kellemes és elég jól felszerelt park ahhoz, hogy tényleg azt lehet aztán. És hogyha a határúthoz mennek, akkor hova mennek? Hát határút általában a Népligethez megyünk. Azt nagyon szeretjük már csak azért is, mert ott vannak ilyen felnőtt edzőgépek, meg mi egymás, és azt a lányok nagyon szeretik, és azt állandóan igénybe vesszük. A túrák mindig bemelegítéssel kezdődnek. Készen vagyunk? Egy-egy ilyen délelőttön 3-3,5 kilométert sportolnak a szeniorok. A Nordic Walking a futáshoz, az úszáshoz vagy a kerékpározáshoz hasonlóan állóképességi sport. Ideális tevékenység a szív és a tüdő edzésére, bármely fittségi szinten, bármely intenzitással gyakorolható. Ez Finnországból indult ez az ötlet, tulajdonképpen ez a sífutásnak egy száraz változata. Úgyhogy nincsenek sítalpak, de két bot azért megmaradt. Én évekkel ezelőtt volt egy bemutató, és ott részt vettem, és akkor nagyon megtetszett, de hát sokáig nem tudtam menni, mert még aktívan dolgoztam, és hát ez egy kis időt igényel viszont. És hát mivel most már aktív nyugdíjasok vagyunk, így adódott az alkalom, hogy meg tudtuk oldani ezt az egészet. Ízületi beteg vagyok, és az orvosom ajánlotta ezt a sportot, mert ez kiméli az ízületeket. Ugyanakkor ugye séta, mozgás, de többet ér, mint egy sima séta. És hát én a barátnőmtől, mivel a csoportvezető, ő mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, és hát ha próbálja meg, egyszer eljöttem, és azóta nem bírom abba hagyni, imádom csinálni. És észrevette egyébként, hogy így a hónapok, hetek alatt azért történt javulás, mondjuk így a betegségeit illetően? Tehát, hogy van ennek pozitív hozadéka? Ajjaj, nagyon sok. A vállam, a nyakam végig, ahogy ugye a bottal megyünk és mozgunk a bottal, ahogy ez nem egy sima séta, tehát nem csak a lábomat terhelem, viszont nem terhelem az ízületeimet ugyanakkor, mert a bot segít abban.
Úgyhogy igen, igen, vettem észre, és alig várom, hogy jöjjön az idő, amikor lehet jönni, és akkor jöhessek. Nekem különben van egy csípőprotézisem, és hát úgy érzem, hogy nagyon jó. Másnap van egy kis izomlázom, de utána könnyebben mozgok. Összességében a testizmainak 90%-a vesz részt a mozgásban, míg ez a gyaloglásnál körülbelül 60%. A Nordic Walking több szempontból is eltér az egyszerű gyaloglástól, a legszembetűnőbb különbség a botok használata, melyek révén önkéntelenül is hosszabbakat lépünk, hogy a kezek és a lábak természetes, a járáshoz elengedhetetlen ellentétes mozgása megmaradjon. A bot használata dinamikát, ritmust ad a gyaloglásnak, és nem utolsó sorban megmozgatja a felső testet, miközben meghatározza az egész test tartását. Ez egy ilyen kényelmi megoldás, hogy ha mit tudom én, megyünk, akarunk vizet inni akármit, akkor nem kell az egész kesztyűt levenni, csak megemeljük ezt a kis vizet ki, és akkor már is szabad a kezünk. Mert van egy olyan mozdulat a Nordic Walkingnál, hogyha hátra toljuk, akkor így elengedjük a kezünkkel a botot, és amikor tolunk, akkor így fogjuk. Tehát ez a mozgás. Mindig kézben legyen a botunk. Igen, síbothoz hasonlít, de hát ez van egy ilyen rapid acél tége, ami beleakad a földbe, tehát nem csúszik hátra, meg milyen más. A sífutóknak hát az teljesen más kialakítása a bot alja. De viszont ez ugyanaz. A Nordic Walking egy csoportterápia is. Köztudott, hogy ha többen űznek egy sportot, az a teljesítményt is növeli, segít a rendszeresség megőrzésében, és sokkal élvezetesebb, mint egyedül. Általában nem a teljesítmény hajszolása a cél egy-egy ilyen túrán, hanem az, hogy sportolás közben jókat lehet beszélgetni. Csak hallottam, hallomásból hallottam róla, utána néztem az interneten, elolvastam ezzel kapcsolatos dolgokat, és igen, igen, így. Magát a technikát egyébként, hogy hogyan kell sétálni, azt nehéz megtanulni? Nem, tehát pár óra kell hozzá, de nem nehéz, egyáltalán nem nehéz. A csoportvezető egyből megtanítja egy 2-3 alkalommal. Véletlenül akadtam rá az interneten, és nagyon megörültem neki, mert eddig odahaza ültem mindig a fotelbe, és bizony fájnak az ízületeim, úgyhogy nagyon megörültem, hogy rátaláltam erre a klubra. Mennyire nehéz egyébként megtanulni magát ezt a Nordic bottal való sétálást? Ez egy nehéz technika? Nekem nem volt nehéz, mert én valamikor tornát is tanítottam az egyik általános iskolába, úgyhogy én nekem hamar bejött ez a botozás. És milyen hangulatban telnek ezek a túrák? Ó, nagyon nagyszerű, nagyon jó a csapat. Hiányoznak a lányok már, ha nem látom őket egy hétig, úgyhogy nagyon jó, csak jót tudok róla mondani. Van esetleg kedvenc helyszíne, ahova kifejezetten szeret járni, vagy igazából mindegy, mert hogy a természetben vannak? Csak ahol jó levegő van, oda szeretek menni, ilyen magasabb, van itt Kőbánya még az Óhegypark, az is nagyon jó levegője van, és nagyon jó magaslatban van, szóval olyan helyekre, ahol a levegő jó és tiszta. Nagyon jó hangulatba telnek, nagyon jó a csoport összetétele, nagyon kedvesek vagyunk egymáshoz. Nyáron is folyamatosan túrázott a csapat, jártak többek között Tatán, Tihanyban, a Normafánál, a nagyszülők pedig gyakran az unokákat is elvitték egy-egy sétára. Mivel nagyszülők vagyunk, úgyhogy az unokák egész nyáron majdnem ránk voltak bízva, és hát nem tudtuk otthon hagyni, és nagyon szívesen jöttek velünk, és csinálták, és nagyon hamar beletanultak ebbe az egész. A két túravezető Spiegel Eszter és Gregoris Tibor célja a tanításon kívül a közös idő hasznos eltöltése, hiszen a speciális gyaloglás a szabad levegőn az egész testre, érrendszerre, izomzatra, immunrendszerre és a lélekre is pozitív hatást gyakorol. A szabadban eltöltött idő és a természeti környezet ideális stresszoldást jelent, a közösen töltött idő pedig boldogságot ad. Nem a botok, hanem kezdet. Azt már megszokhattuk, hogy a kispesti Üllői úti könyvtárban a könyveken kívül nagyon sok színes programmal várják a látogatókat. Ez idén ősszel sincs másként. Folytatódnak a népszerű programok, mint a kerekítő foglalkozások vagy a nyitott könyvklub, de számos új programmal is készülnek a szervezők.
Nemrég indult el a könyvtárban a gyermekeknek szóló kézműves foglalkozás, a Manufaktúra újabb évada is, de emellett számos lehetőség várja a gyerekeket és persze minden korosztályt. Nem csak a Manufaktúra, hanem sok-sok más gyermekprogram lesz itt. Mik várhatók így össze? Igen, hát minden korosztálynak igyekszünk programot nyújtani. A 0-tól 3 éveseknek, babáknak a kerekítő programot tartja Farkas Katalin óvodapedagógus. Ez minden hónap első szerdáján lesz, és ez egy nagyon népszerű programunk. Sokan szoktak jönni, mert hát ingyenes itt a könyvtárban. Aztán szervezünk idén is rajzpályázatot, és ennek is az erdő a témája. Ez a Vidám nyüzsgés az erdőben című rajzpályázat, és ez 4-től 14 éves korig szól, és természetesen kategóriánként kapják majd a gyerekek a díjakat érte, tehát az óvodások, külön az alsósok és a felsősök. Azután pedig tervezünk idén is két játékot. Idéntől megpróbáljuk az alsósokat is a játékainkba bevonni. Egy nagyon érdekes és izgalmas és népszerű gyerekkönyvnek a helyszíneit vesszük majd végig, Bár Juditnak a Rumini könyvét, és hát ez egy egérről szól, aki egy hajóra keveredik, és mindenféle kalandokban vesz részt. Ez az úton Pelevár felé játékunk. A Rumini játék első találkozóját október 9-én rendezik meg majd 17 órától. A felsősökről sem feledkeznek meg, számukra is indítanak játékot, az Arósdás körző Időfutárok akcióban címmel. Ennek a játéknak a népszerű rádiósorozatból írt Időfutárok című könyv lesz az alapja, amely a legkülönbözőbb történelmi korszakokba repíti el a képzeletben a gyerekeket. Így többek között megismerhetik Kempelen Farkast is. Az Időfutárok első összejövetelét október 16-án kedden szervezik meg 17 órai kezdéssel. A két játékban a könyvek helyszíneit próbálják majd megjeleníteni, és azokhoz kapcsolódó feladatokat, játékokat kapnak majd a gyerekek. 14 évtől 18 éves korig szóló korosztálynak is van programunk, idén is. És tavaly évben nagyon népszerű volt az írókurzus, és idén is szeretnénk ezt megszervezni. Méghozzá most kibővítettük személyiségfejlesztő tréninggel. Tehát a gyerekek azon túl, hogy Lacfi Jánossal és Molnár Krisztina Ritával idén egy kreatív írás tanfolyamon vesznek részt, azon túl olyan technikákat tanulnak, amivel önismeretet tanulnak, azt tanulják, hogy hogyan védjék meg magukat, és mindenféle hasznos egyéb személyiségfejlesztő technikákban vehetnek részt. Ez szintén egy éves program, tehát márciusig fog ez zajlani. Három könyvtárunk vesz benne részt, és a legvégén pedig a központi könyvtárban találkozunk. Az első alkalma ennek október 6-án lesz, Gerlóci Mártonnal lesz egy író-olvasó találkozó itt a könyvtárban, és erre hivatalos az egész csapat, tehát mind a három könyvtárnak az írókurzus résztvevői, és ez egy nyitott program, tehát erre bárkit szeretettel várunk. A műhely munkában idén is, akár csak tavaly 20-an vehetnek majd részt. Ezen kívül újra megrendezik a diákkonferenciát is. A tavalyi évben szép irodalmi téma, ebben az évben pedig tudományos téma kerül előtérbe. Ezért is kapta a Tudomány Dióhéjban elnevezést a program. Várják majd a 10 perces prezentációval kísért előadásokat, a történelemtudománytól kezdve a természettudományig bezáróan nagyon sokféle témában. A könyvtárban nem csak a gyermekekre, hanem a felnőttekre is gondolnak. Itt számos program szól nekik. Felnőtt olvasóinknak továbbra is megtartjuk minden hónap utolsó hétfőjén egy órától a nyitott könyvklubunkat, ahol adott úgymond kötelező olvasmányt kell elolvasni, és erről beszélgetnek a hölgyek és urak. Megtartjuk két hetente a társasjátékklubot, ahova mindenkit sok szeretettel várunk, és a nyitott könyvklubra is mindenkit sok szeretettel várunk. Amúgy a nyitott könyvklub ugye tavaly indult, hogy mik voltak a tapasztalatok? Nagyon jó tapasztalatok vannak, egy nagyon jó kis csapat kovácsolódott össze. Én úgy tudom, hogy a könyvklubon kívül is összejárnak. Pont a héten mesélt az egyik hölgy, hogy Siófokon találkozott egy társával, egy könyvklubos társával,
Hát tetszett nekik az eddigi olvasmányok. Egymásnak is ajánlgatnak, tehát most a legutolsó alkalom, ami szeptember 24-én lesz a következő alkalom, most két könyvet kellett elolvasni, és ez két olyan könyv volt, amit a könyvklub tagok ajánlottak, és választottak ki együtt. És lesz egy új programsorozatunk, ez a lelki navigáció lesz, az alcíme Úton az egészséges érzelemvilág felé. Ez minden hónap első csütörtökén lesz, 5 órától. Az első ilyen alkalom október 4-én lesz, 5 órától. Ennek a címe Ablakmosás, és Dankó Ferenc mentálhigiénés szakember tartja. Ez a program májusban ér véget, és ha a fogadtatása pozitív lesz, akkor ezt a sorozatot is folytatják majd a jövőben is. A Tervez meg a kikötőd, tervrajz és látványterv készítő pályázat eredményhirdetése már megtörtént. Ezt a kispesti Üllői-úti könyvtár a 13 és a 26 év közötti diákok, fiatal felnőttek számára írta ki az úgynevezett kikötő részének megálmodására. Azóta már összeültek a nyertes pályázókkal és megpróbáltak késztervet készíteni. A könyvtár munkatársai remélik, még ebben az évben el tud készülni majd ez a része a könyvtárnak a fiatalok számára. Mint arról már híradónkban is beszámoltunk, idén is megrendezték a Vekerlei napokat, ahol számos programmal várták a kicsiket és nagyokat egyaránt, hogy visszarepítsék a látogatókat az időben. Voltak gyermekprogramok, képzeletbeli időutazás, és a környezetvédelem is fontos szerepet kapott a fesztivál alatt. Nagyon szép napsütéses, kellemes időben rendezték meg az idei 27. Vekerlei napokat. Ennek is, és a jó programoknak is köszönhető volt, hogy nagyon sokan eljöttek kicsit kikapcsolódni a Kóskároly térre. Erzsébet unokáival érkezett, hogy megnézzék a színpadi produkciókat és a kirakódó vásárt is. Vekerei napokra minden évben kijövünk az unokáimmal, mert mindig nagyon színvonalas, amit itt láthatunk. Most különösen még a mesterségek is nagyon tetszenek, hogy ezek a kovácsok meg hasonlók, de a különféle műsorok, akkor a kirakóvásárok, mind a gyereknek annyira, de annyira jó élményt ad, és minden évben mondja, hogy menjünk, Nagyi, mert hogy az unokáimat hozom ki őket, most már azt lehet mondani, hogy 10 éve. A színpadon jobbnál jobb produkciókkal szórakoztatták a közönséget, itt élvezhették Gubás Gabi interaktív gyermekkoncertjét is a látogatók. Gubás Gabi sokoldalú színésznő, játszik színházban, filmekben, és most egy népszerű tévésorozat szereplője is. Emellett többféle gyermekeknek szóló műsorral is készül, immár 10 éve ad elő nekik. Gubás Gabi szerint gyerekeknek előadni nagyon hálás feladat. A gyerekek őszinték, és ki is nyilvánítják a véleményüket. Minden pillanatban maximálisan ott kell lenni, hogy a figyelmüket fenntartsák. Milyen műsort láthatnak most a gyerekek meg a szülek itt a Vekerlei napokon? Most éppen a biomesét hoztuk ide, ami egyébként az első ilyen olyan, hát úgy mondom, hogy a gyerekeknek meséi vannak, az én gyerekeimnek, a fiamnak a csigalétra, és a lányomnak pedig a biomese. Ugyanis amikor ők születtek, akkor amikor otthon maradtam, akkor ezeket a meséket írtuk otthon, és gyakoroltuk és próbáltuk, és úgymond ők inspiráltak, vagy az ő kis figyelmük inspirált arra, hogy most akkor változtassunk a mesén, mit csináljunk, úgyhogy én úgy szoktam nevezni, hogy ez az ő meséjük. A csigalétra a fiamé, és a biomese pedig a lányomé, és majdnem elkísért ide a lányom, aztán végül is nem talált megfelelő ruhát, és akkor otthon maradt. De hát sajnálom, mert nagyon jó kis idő van, meg nagyon jó kis hangulat, és gyönyörű itt a Vekerlén. És miről szól ez a biomese? Puffancsiról szól. Igazából az én gyerekkori kis énemről, meg ami még most is bennem lakik, egy a telhetetlen csoki éhségéről, és a telhetetlenségéről, és neki van egy barátja, Kukapó, aki nagyon sok mindent bölcsebben és jobban lát, és ő tanítgatja. Úgyhogy az ő kettejük barátságáról, és arról, hogy ezt a kis rostcsontot, aki a puffancs, és mindennyiunkban benne van egy ilyen kis rostcsont, az hogy lehet úgy tanítani, hogy játékosan. És ezt próbálom én is a gyerekeknek, nyilván nem didaktikusan, hanem inkább játékosan tanítani, hogy kell fogatmosni, hogy érdemes fogatmosni. Kukapó
hogy nagyszerű számra és dalra tanítja meg Puffancsit, amivel már kedve van fogad. Most már az előtt ő nem szeretett. Úgyhogy ilyesmi. És amúgy, ami a gyerekeidnél hat, az mondjuk hat a többi gyereknél is? Én azt gondolom, hogy igen, mert alapvetően egy dologból vannak gyúrva, tehát minden gyereknek ott fárad el a figyelme, ahol mondjuk leül egy mese, és akkor azért kell talán egy kicsit másképp, más ingerek kell, hogy érjék őket. Úgyhogy ez, én úgy mondom, hogy teszt alanyaim voltak a gyerekek, az én gyerekeim, és ezáltal meg az ők is ihletükre is, meg ötletükre is támaszkodva formáltuk néha a mesét vagy a dalokat. És ők ehhez mit szólnak, hogy itt az ő meséiket itt előadják? Imádják, tehát hogy szeretik, azért akart Anna is most velem jönni, még akár a színpadra is felszokott jönni, és úgy részese a dolognak, úgyhogy szeretik, hála Istennek. A Bekellei napok keretében a Bekellei Kultúrház izgalmas, több állomásból álló élménytúrája várta a gyerekeket és kísérőiket. A résztvevők egy képzeletbeli időutazáson vehettek részt, amely visszarepítette őket a század előbe kellett telepére. Itt megismerhették a telepen régen működő szolgáltatásokat, mesterségeket, az itt élők mindennapjait, életük néhány fontos helyszínét. Két útvonalon haladhattak a látogatók, az északkeleti és a nyugati útvonalakon. A csoportok együtt kísérő segítségével járhatták végig az interaktív állomásokat, ahol korabeli hangulattal, játékokkal, animátorok és színészek vezetésével tették feledhetetlenni a programot. Az északkeleti úton a mostani Bekellei Kultúrház és Könyvtár épületében látogatnak el elsőként a gyerekek, ez egykoron pékségnek épült. Volt egyszer egy gondolatunk, hogy az, ami a testnek a kenyér, az a növekvő léleknek, egy gyermeknek a mese, a kultúra, a játék és a művelődés. Ugyanaz a táplálék, csak az egyik egy testi táplálék, a másik egy szellemi táplálék. Éppen ezért a pékség hangulatát idéztük meg, és a Levendula játszóház hozta el a lisztes játszóját, amelyben perecet készítenek a gyerekek. Aztán szerettük volna megmutatni a gyerekeknek a régi játékok terén, hogy mivel játszottak egykoron a gyerekek. Ugróiskoláztak, kapókáztak, üveggyöngyöztek, és egyéb kinti, szabadtéri játékokat játszhattak. Ezt mutatja be az Itt és Most Társulat színművészei segítségével a kis csapat. Aztán ellátogatunk egy megidézett cipész üzletbe. Itt a gyerekek bőrdíszműves foglalkozáson vehetnek részt. A nyugati úton meg lehetett nézni, milyen az úgynevezett ABC-s kapu. Ez az állomás onnan kapta a nevét, hogy régen az alsósokat ABC-snek hívták. Ennek az állomásnak a Kóskároly iskola adott otthon, hogy bemutathassák, hogyan működött itt a század előn egy iskola, milyen volt egy tanár. Ahogyan mi is láttuk, tapasztaltuk, Mátyás tanárul nagyon szigorú volt, mégis nagyon jókedvűen telt ez a foglalkozás is. Hova repülhetnek vissza az időben itt a gyerekek? A boldog békeidőbe. Boldog békeidőbe. És mit tapasztalhatnak meg? Mit tapasztalhatnak? Hát a szekundát nem. Azt nem semmiképp, mert azért puhább talajra érkezünk, de szó esik a változások szeléről, a Titanicban rejlő lehetőségekről, Marco Polo hőstetteiről és a szép írás rejtelmeiről. Ebben a korban milyen volt egy tanár, egy tanító? Kellőképpen következetes és szigorú. Az egész világot néztük egyben, nem szeleteiben. Ilyen volt. És mit szólnak ez a mostani gyerekek? Hát bizony, bizony, bizony. Kellő türelmet kell rájuk erőltetnem. Itt megy ám a rohangálás néha, no de nálam van a napló, tudom a nevüket, úgyhogy szépen megkapják a megfelelő érdemegyet ezért. A gyermekek ellátogattak a postakürt kapuhoz is, itt működött az első hivatal Bekellén. Ezen az állomáson a Posta Múzeum pedagógusai korabeli 1920-as, 30-as évekbeli ruhákban várták a kis érdeklődőket. A gyerekek megnézhették az eredeti távközlési eszközöket, amelyeket ebben az időben használtak. Egy
igazi századfordulós vagy a századforduló utáni postahivatalt próbálunk bemutatni, ugyanis 1910-ben nyitott itt meg a postahivatal a Vekerlén, és teljes szolgáltatással, levélcsomag pénzfeladással, távíróval, egy hasonló távíróval, mint amit itt elhoztunk, és kipróbálhatnak a gyerekek, illetve távbeszélő központ is volt, és egy kézikapcsolású központot is hoztunk, amivel a kipróbálhatják, hogy hogyan működött korábban a telefonálás. Ezen kívül luttollal és náttollal írhatnak, és lepecsételjük, ahogy mondjuk, hát ha nem is 100 évvel ezelőtt, de 150 évvel ezelőtt minden levelet lepecsételtek még. A távbeszélő központ működését mi is megnézhettük. Üzlöm, Kispest 2. Jó napot kívánok, Urbán Gyöngyi vagyok, Bonecsuk Mónikával szeretnék beszélni. Kérem, kapcsolja. Egy pillanat is kapcsolom, várjon. Köszönöm. Hello, igen. Beszélni, kapcsolhatom? Igen, köszönöm. Egy pillanat, várjon. Él a vonal, lehet beszélgetni, kellemes beszélgetést. Köszönjük szépen. Szervusz, Mónika. Szia, derék hallottalak. Mi van veletek, mi újság? Ó, köszönjük szépen, nagyon jó idő van, és felétek? Felénk is. Átugranál egy kávéra? Hát hogyne? Köszönöm a meghívást. 10 perc múlva ott vagyok. Várlak szeretettel. Szervusz! Szervusz! És akkor kellett még egy lecsengetés, hogy a központkezelő tudja, hogy véget ért a hívás. És a központban egy esőlemez, a legalsó esőlemez, azt úgy hívják, hogy az a lecsengető lemez, az leesett. Emeljük egy kicsit, és akkor megmutatjuk, hogy hogyan. Úgy. És hogyha lecsengetünk, akkor az leesik. Ez egy úgynevezett esőlemezes központ. Ez egy nem postahivatalban volt, hanem egy szállodában volt, ez egy kis központ. Ugyanis a postahivatalokban, pláne az ekkora hivatalokban, egy körülbelül ilyen embermagasságú központ volt, ami ilyen 60-70 vonal kapcsolására volt képes. Itt is körülbelül ilyesmi lehetett a 10-es években, amikor megnyílt a postahivatal. És meddig használták ezt? Hát, egy furcsát fogok mondani, Magyarországon 1997-ben szerelték le az utolsó kézikapcsolású telefonközpontot a postán, illetve hát természetesen vállalatoknál később is működött még, tehát az ilyen cégeknél belső használatra, de az utolsó kis faluban 1997-ben szerelték le. És még be tudnánk ezt is mutatni? Meg ezekkel gondolom így lehetett üzeneteket küldeni. Igen, ez a távíró volt. Magyarországon 1848-ban indult be a távírószolgáltatás. Aztán ugye a szabadságharc egy kicsit ezt megborította ezt a rendet, mert ugye folyamatosan, amikor mondjuk ez a 80-as évekig folyamatosan működtek ilyen távírók Magyarországon, ezzel a billentővel, vagy másképpen billentyűvel, ez volt maga a morzegép, és hogyha a billentővel az egyes betűknek megfelelő kódokat beütötték, akkor a másik oldalon, a hívott félnél a szalagra ráírta a rövid, illetve hosszú jeleket, ami igazából pontokat és vonásokat jelentett. De akkor ezt a postán ott tudták értelmezni, és akkor elmondták igen, az üzenetet. Igen. Ugye hát a távirat az úgy működött, hogy azt csak egy példaképpen mondtam a gyerekeknek, hogy mint az SMS, de a távirat az úgy működött, hogy el kellett menni a postahivatalba, a postahivatalban feladták a táviratot, ő megírta a saját kezével, a postás átfordította akár morzére, akár valamilyen más egyéb táviratozási formára, elküldték a másik postahivatalba, és a postahivatalból távirat kézbesítette a családhoz. Ezt az állomást a gyerekek nagyon élvezték, majd a csapat elment a Cserkész kapuhoz, ahol a 133-as Szent György Cserkész csapat játszott a gyerekekkel, akik a nap megkoronázásaként maradandó emléket is hazavihettek az időutazásról. Meglátogatták Kádár Ferkó vándor fotográfus fotószínházát, aki korhű jelmezekben készített korabeli hatású fotókat a résztvevőkről. Idén a támogatóknak létrehozott Vekerlei Tulipán díj bronz fokozatát az átalakuló Vekerle kapta meg a fesztiválon. A 10 éves átalakuló Vekerle mozgalom bevállalós 7 próbával készült az idei rendezvényre.
Szerintem soha nem volt olyan színes program, mint a mai napon. Szóval lehet látni mögöttem, itt van a reklám, a Nem kell zacskós program. Ez egy, nézzétek meg, ez egy honlap, nem kell zacskó.hu. És akkor gyakorlatilag ez egy valaki azt találta ki, hogy próbál népszerűsíteni az, hogy az emberek ne vigyen még egy zacskót, amikor elmennek vásárolni. Azért, amikor így vásárolsz valamit, mond az embernek, hogy nem kérek zacskót, mert van a sajátom. Ezért most már segítsünk az embereknek saját zacskót készíteni. És ez vicces, ez olyan kis a varóda kint a téren. Azért nagyon sok ember volt már, és tök jól érzünk magunkat. Ami van, és akkor így nézem, itt mögötted mi van, akkor kis erdős, kijöttünk a kis erdős kérdéssel, mert mi mindig nem tudjunk, hogy mire készülnek. Sajnos annak ellenére, hogy mondták, hogy minél hamarabb fognak elmondani a lakosságnak, hogy mi várható, ez sajnos még nem került sorba. Ezért itt vagyunk kint azzal a kérdéssel, lesz-e még autópálya ott a kis erdőben. Az ólom kérdése, szintén itt a Vekelein több óvodában merült fel ez a kérdés, hogy miért olyan magas az ólom tartalom a vízben. Mi nem tudjuk igazán pontosan, melyik óvodák érintettek még, de a vízet már bevizsgálnak. Ezért ez egy nagyon fontos kérdés, mindenki tudja, hogy milyen veszélyes anyag az ólom, és most már nagyon örülünk, hogy az óvodákban bekerültek ilyen balanos víz. Átmenetileg legalább, még nem látjuk pontosan, milyen összetett ez a kérdés. De ezek szülők voltak, akik ezt kezdeményezték, és gyakorlatilag tök jó, mert az önkormányzat elég hamar tudta erre reagálni, de ezen még van mit csinálni, ezért nyilván mindenki tudja, hogy ez balonos vizet nem ihatunk örökbe. Van ilyen kérdés, van a komposzt kérdés, és van nekünk éppen most a saját kocsmánk, vagy konyhánk, közösségi konyhánk. Igazán nem tudjuk, hogy kéne ezt nevezni, de készülünk erre, hogy később az évben, amikor a piac nyílik újra, akkor lesz egy közösségi terünk, és ki kell találni, mi lesz ezzel a közösségi téren. Ami elvileg, eredetileg azt mondjuk, hogy lesz egy közösségi konyha, azért most már ezzel játszunk, hogy mi van, ha van nekünk egy saját kis közösségi bar. Azért lehet kóstolni alkoholmentes gyömbérsőt, meg ilyesmi. A szervezet most célul tűzte ki, hogy amennyire lehet, műanyagmentesen tudják megoldani a rendezvényt. A GESZ-szel, az önkormányzat szervezetével, a vendéglátósokkal, a Kós Károly általános iskolával, a helyiekkel és a VTL-vel együttműködve elindítottak egy rendszert. Újra hasznosítható műanyag poharakat vettek, amelyeknek a vendéglátósok intézték a betétdíját. A Kós Károly iskolában mosogatták ezeket, hogy a higiéniai feltételeknek is megfeleljenek. Egy ilyen pohár kivált egy zsáknyi, egyszer használatos műanyag poharat. Ha ez a kezdeményezés beválik, akkor a többi rendezvényen is alkalmazzák majd ezeket. Tervezik továbbá azt is, hogy ne csak papírtányérok legyenek, hanem elmosható edények is, és szeretnék a műanyag evőeszközök lecserélését is. A többi izgalmas és érdekes programról későbbi magazinunkban beszámolunk majd. Műsorunk hátralévő részében az elmúlt időszak legérdekesebb, legizgalmasabb riportjaiból válogatunk önöknek. Tavasszal sajtkészítő tanfolyamot tartottak a VKK Művelődési Házban. Az interaktív előadáson résztvevők megtudhatták, hogyan készíthetnek sajtot házilag, a régi paraszti kultúrában kialakult receptek alapján, de modern konyhai eszközök segítségével. A workshopot Horthy Grezső sajtkészítő vezette, akitől megtudhattuk, hogy a sajtkészítés nem más csupán, mint néhány tejsav baktérium és rengeteg kreativitás. A megfelelő minőségű tej elengedhetetlen a jó sajthoz. Horthy Grezsőik maguk tartják az állatokat, amelyek a tejet adják az általuk elkészített tejtermékekhez. Sajtjaikat főként az Alföld közepére jellemző paraszti életmód ízvilága jellemzi. Lajos Mizsén van egy 10 hektáros birtokuk, fejős kecskékkel és fejős tehenekkel. Az állataik által adott tejből készült a mostani sajt is. A tanfolyam előtt a tejet megfelelő hőfokúra kellett melegíteni. 30. Na. Pár pillanat, és meg vagyunk a 32-n, 33-on, és már jó is. Azért kifejezetten ilyen hőmérőt hozok, mert ez lehet kapni bármelyik boltban, háztartási hőmérő, semmi varázslat nincs benne, meg tudja venni, pár száz forint, és otthon ugyanígy meg tudja mérni, ugyanígy meg tudja csinálni ezt a dolgot, és nincs, tehát ennek az egész bemutatónak, tanfolyamnak az a lényege,
hogy otthoni eszközökkel, saját konyhájában, hogy tud a családjának egy egyszerű gomolyát készíteni. A kezdő tanfolyamon egy lila hagymás gomolyát készítettek el. A friss sajt kategóriába tartozó belső sózású sajt az egyik legkedveltebb. Sokan a sajtok anyjának is hívják, mivel ez egy jó alap többféle sajthoz is. Azt is mondják, hogy aki nem tud jó gomolyát készíteni, az nem tud sajtot készíteni. Milyen konyhai eszközök kellenek ehhez, hogyha valakinek is szeretne állni? Egy egyszerű sima hőmérő, egy habverő, egy fakanál és egy rozsdamentes edény, ami megmelegíti a tejet. És utána kell egy olyan tésztaszűrő, ami nem túl sűrű, de nem is nagyon nagy lukú, amin a savot át le tudja szedni róla. És milyen alapszabályai vannak az otthoni sajtkészítésnek? Elsődleges az, hogy a tejminőség az biztos legyen. Az a hely, az a gazda, akitől veszik a tejet, az tiszta körülmények között feljen, és a tej felszállítása is azért, tehát a hőntartása az meglegyen. Ez az első. A másik, hogy a konyha, ahol csinálja, az abszolút tiszta legyen, rendben legyen. De hát ez a háziasszonyok általában tiszta konyhájuk, rendben van, tehát ott nem probléma ez. És mire kell mondjuk figyelni, hogy nehogy elrontsuk, mik a ilyen legfontosabb dolgok? Hát igazán olyan nagyon elrontani nem lehet. Akkor lehet elrontani, hogyha túlmelegíti a tejet, mint a 32 fok, vagy ha nem melegszik föl valamilyen oknál 32 fokra, mert hogy nem jó a hőmérő, vagy pedig len, ha túloltja. És ugyanígy benne van az, hogyha kevés oltót tesz hozzá, akkor is. De egyébként, ha ezeket a szabályokat és ezeket a paramétereket betartják, biztos, hogy elkészül a lila hagymás sajt. A törést, mondom, én odahaza, mi odahaza kézzel csináljuk, tehát nincs semmi varázslat benne. Ez a habverő fogja helyettesíteni most a sajt buzogányt, amire azt mondják, hogy az alvadék törésére használatos és kötelező. Van a sajt hárfa, a sajt buzogány, és van egy úgynevezett kanál, ami ugyanolyan húros, ugyanúgy is azzal nyúlnak és azzal vágják. Ez különböző sajtípusoknál van jelentősége. Amikor mosott alvadékú sajtot akarunk készíteni, látsajtot, akkor, hogy ne is bírjuk összetörni jobban az alvadékot, mint ahogy azok a húrok egymástól vannak, annak ott van jelentősége, egyébként nincs. Tehát itt már azért jobban lehet látni, hogy azért a rácszerkezeten a savó azért kezdett jól, elég jól mutatkozni. De ahhoz, hogy elérjük azt, amit akarunk, belenyúlunk ezzel a buzogánnyal, és átkeverjük. És itt lehet látni, hogy milyen szép májasra aludt az alvadék. Az, hogy röpke egy óra alatt a friss tejből egy szép sajt készült, szinte varázslatnak tűnik, pedig nem az. Csak pár egyszerű lépés, és már is sikert lehet elérni. A nyers tejet 32 fokra fölmelegítjük, utána beoltjuk, K-Max nevű oltóval, beoltjuk, 30 percet várunk, amíg a tej folyékony állapotból gél állapotú lesz, és utána kezdjük el felvágni az alvadékot, ami azt jelenti, hogy egy késsel 4x4 centis kockákat vágunk az alvadékba, és akkor a rágy szerkezetben lehet látni, hogy jön föl a savó. Amikor ez a savó elindult fölfele, akkor a habverővel belenyúl és szépen átkeveri. És amikor átkeverte, akkor beleteszi a szűrőkosarat, és egy bögrével szépen a szűrőből kiszedi a savót, és a legvégén ott fog maradni az alvadék. És a szűrőkanál, amivel szedte, az formaként is fog neki működni, mert abba fogja beleszedni az alvadékot, miután belekeverte a hagymát. Vagy ha nem keveri a hagymát, akkor natúr sajtot készített magának. Ugye nem csak ezt a gomolyas sajtot, hanem másmilyen sajtokat is láthattunk. Mik ezek? Hát a gomolyának láttuk az érleltebb változatát, ami hát mint egy példaként szolgál arra, hogy hova lehet eljutni ezzel a sajtkészítéssel, és ugye a gomolyából készült paranyicát is elhoztam bemutatni, hogyha igazán jó gomolyát fognak csinálni majd a konyhában, megfelelő ideig savanyítják, akkor fognak belőle gyúrni paranyicát. És a paranyica az már egy komoly sajt. Rezső már harmadik éve tart itt a művelődési házban tanfolyamokat, amelyekre nagyon sok pozitív visszajelzést kapott. Nem csak kezdő, hanem haladó kurzus is van, ahol trapista sajtot készítenek. Nagyon sokan adják a fejüket arra, hogy önmaguk készítsék el a családnak a friss sajtokat.
Ez miért lehet jó, hogy azért egész más mondjuk, mint a boltban kapott? Igazából azt hozzá kell tenni, hogy ez tejből van. Tudja, aki készíti, hogy miért készített, adalékanyagmentes, és az az ízvilág fog visszaköszönni, amit ő szeretne. Az a fűszer, amit ő szeretne beletenni. Amit lehet, hogy olyan fűszert szeretne visszakapni a sadban, amit egyébként a kereskedelmi forgalomban nem is gyártanak. Tehát itt az teljes kreativitását kiélheti az, aki ezzel a sajtkészítéssel kezd foglalkozni. Egyébként is a sajtkészítés nem más, mint néhány teljes a baktérium, és rengeteg kreativitás. Nem csak a puding, hanem a sajt próbája is az evés. A foglalkozás végén nem csak a friss gomolyát, hanem több másfajta sajtot is megkóstolhattak az érdeklődők. István Nagy Tétényből érkezett a tanfolyamra, azért jött el, mert ő is mindenféleképpen ki akarja próbálni, milyen is az otthoni sajtkészítés. Kíváncsi voltam, hogy készül a sajt, az igazi sajt, hogy készül. Aztán ki is akarom próbálni. És még soha nem csinált előtte ilyet? Nem, soha, soha. Soha nem sütöttem kenyeret, soha nem csináltam sajtot, soha nem csináltam csokoládét, tortát, minden. Most ezt ki akarom próbálni. És miket tanult itt, hogy mikről hallott? Hát magáról egyszerű sajtkészítésről, ez a bevezetés volt. Utána kell még néznem, lehet, hogy a következőre is jövök. Aztán kipróbálom. Szereti amúgy a sajtokat? Igen, nagyon. És mi a kedvence? Megmondom, az ementáli. Én ezt láttam, hogy készül Svájcban, és az izgalmas. És a gomoly, amit itt készítettek? Hát ez az alap, ez az alap. Ezt talán meg tudom csinálni majd. Akik itt voltak a workshopon, sok mindent megtudhattak, elméletben is, gyakorlatban is, ennek a tejterméknek az elkészítéséről. Ezzel a tudással már neki is tudnak állni, hogy saját maguk is belevágjanak a sajtkészítés rejtelmeibe. 14. alkalommal rendezte meg májusban a Vekerlei Székelykapu napokat a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület, a Vekerlei Futóklub és a Vekerlei Társaskör Egyesület a Vekerlei Kultúrházzal együttműködve. Sok hagyományos program és persze sok újdonság várta a látogatókat idén is. Tiéd a színpad címmel a Vekerlei Kultúrház szervezésében a kerület óvodáinak és iskoláinak csoportjai, valamint a helyi amatőr gyermekcsoportok néptánc, sport és modelltánc bemutatóit láthatta a közönség. Az életfa terén játékokkal és kézműves foglalkozásokkal várták a gyerekeket. A téren felállított nagy színpadon többek között volt bohóc műsor és több mozgásműhely, mozgásstúdió csoportja is fellépett. A rendezvény sorozat nagy múltra tekint vissza. A dolog onnan indult, hogy eredetileg volt egy ilyen, hogy Székelykapu futás. És ez mindig vasárnap délelőtt volt, és aztán vasárnap délelőtt ahogy véget ért a vasárnap délelőtt, és kiirdették az eredményt, akkor az emberek itt maradtak, és hogy most mi lesz itt? És akkor hát azt gondoltuk, hogy valamit tegyünk ide nekik, hogy délután is legyen valami program, és akkor csináltunk valami kicsi programot a térre. És akkor a második alkalommal is csináltunk egy ilyen programot, és a harmadik alkalommal meg azt mondtuk, hogy hát tulajdonképpen ez egy önálló programmá nőtte már ki magát, tehát hogy az a szombat, vagy az a vasárnap délután az egy önálló komoly kulturális program, na akkor ez lesz a Vekerlei Székelykapu nap. Egyébként attól Székelykapu nap, hogy ma már Zrumecki kapunak hívjuk ezt a nagy fakaput, de akkoriban a Vekerlejek ezt még Székelykapunak hívták. Fogalmam is miért, mert semmi köze a Székelykapuhoz, csak hogy fából készült és nagy kapu, de az eredeti Székelykapuhoz nem. Na, a lényeg az, hogy megcsináltuk ezt a Vekerlei Székelykapu napot, és aztán kiderült, hogy akkora igény van rá, hogy a vasárnap délelőtten ránőttünk az anya rendezvényre, a futásra. És ez a két dolog zavarta egymást, mert volt, aki fel akart lépni a színpadon, és ugyanakkor futni is akart. Csak az egészet átszerveztük, és átraktuk szombatra, úgyhogy mi, amit most már mi falunapnak hívunk, ez a falunap, ez mindig szombaton van. Vasárnap délelőtt nagyon szigorúan megtartottuk a Vekerlei futásnak, de vasárnap délután is persze van program, amit most már mi Vekerlei pikniknek hívunk. Idén a múlt idézésre építették a Székelykapu napokat. A rejtelmes időgép 110 éves utazásra, múlt idézésre hívta a gyerekeket. Itt hosszú papírtekercsekre, idővonalra felírhatták azokat a jeles évszámokat, amelyek fontosak voltak számukra itt Vekerlén.
A meseúton sok kaland várta a kicsiket és nagyobbakat egyaránt. Ez az ötlet Kokavec Kata fejéből pattant ki, és a mezőgazdasági múzeum közreműködésével jöhetett létre. Ez a meseút az egy újdonság, ugye összekapcsolja a különböző programokat egy gondolat a gabona útja mentén. Mi az a gabona az életünkben, miért fontos, miért erre épül a meseút? Hát a mostani Székelykapu napoknak a gabona útja a témája, illetve hogy jut el a gabonától az asztalunkig a kenyér. Tehát ezt a folyamatot fogjuk itt a meseúton is bemutatni és elmesélni a gyerekeknek. Tehát amiről mostanában azt gondolom, a mostani gyerekek kevésbé tudnak, mert csak bemennek a boltba, levesznek egy kenyeret a polcról, de nem tudják, hogy milyen kemény munka is áll emögött. Milyen feladatok vannak? Ugye látom, kezdetben rögtön tarisznyát készítenek nyilván a hosszú útra, de mi mindent kell majd még teljesíteniük, illetve milyen érdekességekkel találkozhatnak? Ha elkészítették a tarisznyájukat, akkor útra indítjuk az úton őket, a mese útjára fognak rálépni. Itt a mesébe csöppennek bele, és az Apart alatt című mesének a szereplőivel visszük végig a gyerekeket a meseúton, tehát állatbőrbe öltözött emberek fogják várni őket. A gyerekek kíváncsian vágtak neki a kalannak, ahol mindenféle izgalmas feladat várt rájuk. Na figyelem, figyelem! Innen indul a mese útja, és most elmentek a gazdasszonyhoz, aki nektek mindent elmesél, hogy kerül a búzaszemtől a kenyérig az asztalunkra ez a finomság. A gazdasszony megkérdezte a gyerekektől, hogy ki szereti a kenyeret. A legtöbb lurkó persze igennel válaszolt. Majd elmesélte, hogy hogyan készül a kenyér, és az Apart alatt című dalt is elénekelték közösen. Apart alatt, három bajukaszál, három bajukaszál. Majd a gyerekek átmentek a meseút következő fontos állomására. Ezen az állomáson mi várja a gyerekeket a kenyérsütéssel kapcsolatban? Ezen az állomáson a gabona fajtákat ismerik meg, illetve hoztam nekik kakukktojást is, ami fűszer vagy hüvelyes növény. Ezt kell felismerniük, és egészen pontosan búzát kell kitalálniuk, hogy melyik a búza. Utána, hogy majd jól beletapicskolnak a kezükkel, megmaszírozzák a búzát, és visznek magukkal tovább, hogy felismerjék, hogy mit kell learatniuk a következő állomáson. Milyen gabonák vannak az üvegekben? Olyan gabonák vannak, amikkel ez egyébként nap mint nap találkozhatnak a táplálékok formájában. És ez micsoda? Rizs. Rizs, bizony. Elárulom nektek, hogy a búza is, meg a rizs is gabona. Sőt, még mutatok nektek valamit megismerni. Kukorica. Nagyon jó. Még egyet mutatok. Na, ezt megismeritek el. Ez is kukorica. Persze, hogy mégis mutatok. Száraz. Jó, száraz, de ennek más a színe. Ez vörös kukorica. Na figyelj, kakukk tojás következik. Ez micsoda? Bab. A bab az gabona? Olyan nem. Kalászos? Nem, ez kaput, és ide tesszük, ez hüvelyes. Három varjú mutatta be, hogyan kaszáltak régen. A lekaszált szénát a rókával elszállították a következő helyszínre. Itt vagyunk a malomban, ahol tulajdonképpen a búzából a liszt készül, és a végén pedig a zsákokba töltődik. A mezőgazdasági múzeumból olyan tárgyakat hoztunk el, ami ehhez szükséges, illetve hát a mondókához is kapcsolódik. Ugye a cica rostál, utána őrül, tehát, és a legvégén pedig a szitálással végződik végül is ez a munkafolyamat. A rostálás ugye arról szól, hogy a rostán, ezen a bizonyos tárgyon keresztül a szeméttől megszabadítjuk a búzaszemeket, aztán utána itt mi egy kézi őrlőt tudtunk elhozni a múzeum kiállításából, a kézi őrlővel megőröljük ezt a búzát itt a gyerekekkel, és a legvégén pedig a szitán a kézi őrlővel készült eléggé, még azt mondom, hogy darabos szemeket, azokat leszitáljuk, és a finom liszt alul pedig elkészül. Megmutatom nektek, hogy a 6 vagy 8 vagy nem is tudom hány csapat már járt erre, ennyi lisztet készítettek itt a lurkók. Ezt követően pedig ott vannak a lisztes zsákok, és hát itt ennek az állomásnak a feladata az hogy ezeket a lisztes zsákokat, ezeket a tovább vigyék majd a gyerekek a szamárhoz, mert a mondókában ugye az a következő állomás, hogyha
nagyon sokan jártak itt, és olyan sok lisztet azért én magam nem látok, akkor ez egy elég hosszadalmas és nehéz munka volt, hogy az ember a mindennapi kenyerét megteremtse. Hát így van, így van. Hát az asszonyok a középkorban ezzel a kézi őrlővel oda térdeltek mellé, és hát egy napig is, több napig csinálták, és akkor lett valami kis eredménye. A mondóka szerint a malomban 3 cica dolgozik. Ez itt sem volt másként. Mi volt itt a munkád, mi volt a feladatod? Hát ide középre be kell rakni a magokat, aztán így forgatni kell. Eredetileg ezt kellene szerintem megfogni, de úgy sokkal nehezebb. Inkább így szoktam csinálni, hogy két kézzel megfogom két oldalt. Aztán ami itt kijön, azt oda be kell rakni, és aztán ami így fönnmarad, mert még nem elég tiszta, azt újra ide be szoktuk önteni, és akkor... Mennyi idő alatt készülne el az otthoni kenyér, ha így kéne csinálni szerinted? Hát, vagy 2 napig szerintem. Azért kellene csinálni, elég sokáig. Nem, hát itt vagyunk több órája, és még alig készült valamennyi liszt. Akkor ez egy nehéz munka? Hát, eléggé. Otthon szoktál bármit sütni? Hát anyával szoktunk sütit sütni. Milyen sütit? Hát például olyat, hogy van benne megy, meg csoki, így vele van dobálva a tésztába. Kenyérsütést próbáltátok már? Igen, nagyon régebben mindig sokat sütözt kenyeret. A különböző állomásokon minden munkafolyamatot kipróbálhattak a résztvevő gyerekek, így Lili Anna és Alia is. Mit csináltok itt most? Szitáljuk a lisztet. Szitáljuk a lisztet, és nagyon nehéz munka, mert ez lehet, hogy fél óráig is eltelhet, mert ez hát nehéz munka, hogy ebből lisztet készítsünk. Görzsöli a kezedet? Igen. Mi az, amit mondjuk otthon szoktatok esetleg sütni, segíteni? Én csak az anyukámmal szoktam. Én tortát, süteményeket, mindenfélét. Én a nagymamámmal muffint szoktam. És az milyen liszt, amikor már azt fogjátok? Az nem ilyen, igaz? Igen, hanem így nem dörzsöli a kezünket. Majd végül megdagasztották a tésztát és kisütötték a kenyereket, amelyeket meg is kóstolhattak a gyerekek, ahogyan a hangya is teszi a mondókában. A fő támogató nevében Gajda Péter köszöntötte a program résztvevőit. Kispest polgármestere arról beszélt, hogy Vekerle Telef idén ünnepli a fennállásának 110 éves évfordulóját. Ezért a kerület kiemelten támogatja a vekerlei rendezvényeket, és az olyan nagyobb fejlesztéseket is igyekszik megvalósítani, mint a Pannónia iskola tetőterének beépítése, a kispiac korszerűsítése, illetve az óvodák és bölcsödék felújítása. Vasárnap immár 16. alkalommal rajtolt el a vekerlei székelykapu futás a Kós Károly általános iskola elől. Ebben az évben összesen mintegy 500-an futottak, a nagyobbak 4 kilométert, a kisebbek 400 métert tettek meg. Délután a sokak által nagyon kedvelt piknik várta a kikapcsolódni, pihenni vagy mozogni vágyókat a Kós Károly téren. Vekerlén nem sokára újabb nagyszabású rendezvényt szerveznek. Ez a Vekerlei Nyári Szabad Egyetem, ez nagyon sokan azt hiszik, hogy jaj, hát ez egyetemistáknak való, nem egyetemistáknak való, éppen azért az a neve, hogy Szabad Egyetem. Tehát mindenki, aki a Vekerle sorsa iránt érdeklődik, aki ez fontos neki, bele akar szólni, az jöhet el ide. Csuda sok érdekes ember lesz, mit tudom én, egyet mondok, Angliából egy hasonló kertvárosnak hasonló képviselője lesz. Itt le lehet kérdezni, beszélgetni lehet vele, stb. De itt lesznek önkormányzati képviselők, itt lesznek hivatalnokok, akikkel, polgármester úr is, tehát itt lesznek, hogy azokat a problémákat föl lehet vetni, ami a Vekerlét érinti, és mindezt nagyon szabad módon. Tehát egyszerű ember idejön, és azt mondja, hogy ő erről szeretne hallani, vagy erről ez a véleménye, stb. És nagyon sok kellemes szabad program, csak mondjuk egyet mondjam, csillagfényes jazz este, tehát ilyenek lesznek. Érdemes utána nézni, van nekünk egy honlapunk, Vekerlei Nyári Szabad Egyetem, nézzenek le, a Facebookon is rajta vagyunk. Mikor lesz? Ez egészen pontosan június, tehát 6. hó, 21-e és 24-e között, csütörtöktől vasárnapig, és a szokásos Szent Iváni tűzzel fog véget érni az egész. A Székelykapu napokon közel 150 emberből álló csapat dolgozott a háttérben azért, hogy minden zöggenőmentes legyen, a közönség jól és biztonságban érezze magát. Emellett az önkormányzat 1 millió forintos támogatása is hozzájárult ahhoz, hogy színvonalas programokon vehettek részt idén is a látogatók. Műsorunk végén néhány kerületi programot szeretnénk a figyelmükbe ajánlani.
A Népmese napja alkalmából szeptember 28-án pénteken foglalkozásokat tartanak a Vekerlei könyvtárban. Délelőtt az óvodák, iskolák csoportjai hallgathatnak sok-sok mesét. A péntek esti mesék keretében pedig 17 órától nem csak a népmese, hanem a népzene is a központba kerül. Várják a gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiket is. Immár hagyományosan ősszel ismét megrendezik a Mihály napi búcsút a templom téren. A szeptember 29-én szombat délelőtt kezdődő program, ahogy a korábbi években is, bővelkedik meglepetésekben. Fellép többek között a Minta Pint zenekar, gyermekkoncerter és a kispesti Opsitos fúvós zenekar is. A délután folyamán a Humoré és az Örökzöld dallamoké lesz a főszerep, Beleznai Endre és Szép Bence, valamint Buch Tibor és Szász Kati közreműködésével. Kora este délszláv táncázzal folytatódik a rendezvény, amely egyúttal ráhangolódás az esti nagy koncertre. A búcsú zárásaként ugyanis 18 órától a Gucsa Partizans Brass Band ad koncertet. Ezt követően a tűzsonglőrök mutatják meg ismét bátorságukat. A búcsút a már megszokott kísérő programok teszik még gazdagabbá. Lesz állatsimogató, népi kézművesség, népi játszótér, jönnek a gólyalábasok, továbbá vásárosok kavalkádja, valamint büfé várja a családokat a főutcában, illetve a templom téren. A Vekerlei Kultúrházban a tavalyi évben útjára indított egészségről kívül-belül sorozat új állomásain az ősz nagy kihívásával, a kamra feltöltés praktikáival ismerkedhetnek az érdeklődők. Szeptember 29-én szombaton 15 órától 18 óráig a gyümölcsöző elnevezésű első alkalmon a lekvár készítés szépségei, a kandírozás és az aszalás fortéjai, a házi gumicukor készítés, a cukorral vagy anélkül dilemmája, a kupak vagy celofán kérdése lesznek terítéken. A műhely foglalkozásokat Ozsgyáni Elvira gazdaasszony vezeti. A program díjtalan, de korlátozott létszámban és előzetes regisztráció alapján látogatható. Új hírekkel, új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk, ugyanitt, ugyanekkor. Ha a programot vagy egy-egy kerületi eseményt szeretnének a figyelmünkbe ajánlani, akkor írjanak nekünk. És ha lemaradtak volna valamelyik riportunkról, akkor az interneten megnézhetik. Viszontlátásra!